élő történelemkönyv és persze családi fotóalbum is egyben. Oswald Marika szeretett szülei minden nap visszaköszönnek a budapesti lakásába lépve. Főszereplőnk igazi operett családból származik. Édesanyja a népszerű szubrett Halasi Marika volt. Édesapja pedig a legnagyszerűbb Bon Vivánok egyike, Oswald Gyula. Apucikám és anyucikám. Itt apucikám a mantuai herceg. Itt azt hiszem a bohém élet ott fönt. Itt az állarcos bál. Ez itt az én első szerepem, Bang Bamban, mint Soma. Oswald Marika meg annyi meghatározó színpadi élménye közül is az egyik legjelentősebb az volt, amikor édesapjával együtt léphetett a közönség elé. Ott középen, apucikámmal a Mosoly országában, ő volt Szucsong, én voltam a kis húga Mi. Tulajdonképpen másodéves főiskolásként kaptam meg ezt a szerepet, és hatalmas élmény volt apukámmal együtt játszani. Az valami egészen fantasztikus pillanat volt, amikor mi együtt színpadra jöttünk. Nekünk is, de a közönségnek is, azt hiszem. Az összes szerepeikben én láttam őket annak idején, és nagyon megragadott ez a világ. Mert tulajdonképpen ez a mesének egy tovább folytatása volt az én életemben. Én nagyon játékos alkat voltam, én nagyon szerettem, amikor mesélnek, és ez a varázslatos világ, ez olyan formában nyomot hagyott bennem, hogy én, nekem nem is volt kérdés, hogy én ezt a pályát fogom választani. Tehát ez abszolút egyértelmű volt. A Jászai Mari díjas érdemes művész gyakran lepihen az előszobai kanapén. És az örökmozgó Oswald Marikát ismerők elhihetik, nem a fáradtság miatt. Ahogy bejövök a lakásba, rögtön szembe tűnik. Tehát itt ez az első momentum, csak utána mosok kezet. Tehát ezeket én állandóan látom, ezeket a képeket, vérre mi vált szinte. Én folytattam tulajdonképpen az ő pályájukat tovább, és nagyon nagy boldogság volt látni, hogy örülnek, és még a mai napig is nekik szeretnék megfelelni, bár már egyikéjük sem él, de bennem volt világéletemben egy olyan, hogy bizonyítani akarok nekik azért a csodálatos életért, amit nekem biztosítottak. Ők a színpadon is, és a magánéletben is. Hagyomány, generációk, történelem, és most is szeretnék egy generációs, egy vitát provokálni. Na, ha azt kérdezem, hogy Szubrett Marikától, és azt kérdezem Anna Maritól is, akit nagyon nagy szeretettel köszöntünk, hogy szubrettség, arra különböző válaszokat fogok kapni? Szubrettség, többfajta szubrett van. Egyébként ez tényleg Igen. így van, mert van egy naíva szubrett, meg van egy rassz szubrett. Tehát annak is van két válfaja, a szubrettségnek is van. És időben változott a szubrettség? Én még nagyon új vagyok a szubrettek között, hiszen csak 4 éve kóstoltam bele a szubrettkedés létezésében, ugyanis előtte könnyűzenét énekeltem, és egy teljesen véletlen módon én Bukarestben, a Román Nemzeti Operett Színházban debütáltam. Először a Csárdás királynő Stázi szerepében, román nyelven, és ott teljesen másképp fogalmazódott meg így az első ismerkedés a szubrett mi volttal, ugyanis egy olyan partnerem volt, aki akrobatikában nem volt olyan felkészült, viszont nagyon lelkes volt, és nagyon sok lila folttal szaporítottam a testemet, és színesítettem a próbák alatt, mert azt hittem, hogy a szubrettkedés azzal jár, hogy hát egyszer-kétszer lepottyanunk, és itt egy lila folt, ott egy lila folt. Aztán, amikor Budapestre kerültem az Operett Színházhoz, akkor Feller Karcsi által, Kerény Miklós Máté által, Szabó Dávid által, a partnerek által megtanultam azt, hogy hát nem erről szól, tulajdonképpen a szubrett mi volt, hanem arról, hogy nagyon vidámak és nagyon elevenek is vagyunk a színpadon, és hát valahol szerintem ez Marika jobban tudsz erről mesélni, hogy ebbe bele kell születni, vagy erre az ember rá kell szülessen, hogy ilyen Igen, adottságokkal rendelkezzen. A szubrettség az egy szabott dolog. Nem véletlenül más, mint a primadonna. A primadonna a díva, a nagynő, akiért a férfiak döglődnek. A szubrett az mindig a humort képviseli, a jókedvet képviseli, és őt épp rá a férfiakra.
és aztán végül mindig nyerő lesz, mert meg is kapja, akit akar. Marika, most már tudom, hogy miért áll jól ez a szerepkör nekem. Egyébként én mindig arra vágytam, primadonna lehessek, és mikor elkezdtem ismerkedni az operettel, mint műfajjal, akkor mindig arra vágytam, hogy primadonnaként nagy tollabba kiállni. Aztán, amikor rájöttem, hogy a 158 cm-em ehhez kevés, viszont a temperamentumom és a kis izgága lényem, az talán erre alkalmas lenne, mondjuk ezt Kerényi Miklós Gábor direktor úr fedezte fel bennem, akkor egyre jobban megszerettem, és megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon szeretem, hogy tulajdonképpen valahol önmagunkat is adjuk a színpadon, és sikeres szerepkör, sikeres szerepkör, tehát hálás. Nagyon szeretik, de valószínűleg a szakma is, hiszen téged is megjutalmaztak most éppen ezért egy gyűrűvel. Igen, igen, 2013. október 24-én a Magyar Operett napján kitüntettek a szubretteknek járó, most már hagyományos Bársony Rózsi emlékgyűrűvel, amelyet el is hoztam, hiszen ez egy nagyon nagy megtiszteltetés nekem, aki még úgymond újonc vagyok, és nagyon érdekes a történet, ugyanis a gála után a Rózsika nevelt gyerekeivel kapcsolatba léptünk, ők kerestek meg, hogy elmeséljék, hogy ők Sepsiszentgyörgyön születtek, és a Rózsika harmadik férje az ők apukájuk, és Rózsika nevelte Ferkot meg Marikát, akik most ugye, hát a kislány az Ausztriában él, a kisfiú, hát a Ferko, aki most már 70 annyi éves, Angliában, és így tovább kutatva így lokálpatriótaként a szálakat, sepsiszentgyörgyiek ők is, én is, egy nagyon érdekes felfedezést találtunk, hogy a háború után, amikor Bársony Rózsi Bukarestben vendégszerepelt éveken keresztül, akkor az én egyik távoli nagybátyám, aki tárca nélküli miniszter volt, rendszeresen eljárt az előadásokra, a mulatóhelyekre, ahol a Rózsika fellépett, és nagyon, mint magyar a magyart, nagyon sokat segítette különböző ilyen papírügyekkel és dolgokkal, úgyhogy nagyon kicsi a világ, és ezt most így az elmúlt egy-két hónapban tettük össze a szálakat, hogy milyen érdekes az élet, hogy először kaptam ezt a kitüntetést, ezt az elismerést, aztán, hogy találkoznak életek, utak és sorsok. Azt mondják a világon, hogy minden negyedik ember, de hogyha beleveszem Kínát, Japánt, Amerikát, nem tudom én, minden negyedik embernél találunk valami olyan szálat, ami visszatekeredik hozzánk. Na, nagyon sok ilyen szál lesz még a mai adásban is, így van, szerencsére. Ezért futhattunk mi is most össze, most ajánlunk önöknek. Önök programolja, én megnézem addig, hogy hogyan hullahoppoznak, meg cigánykerekeznek. Mi pedig még nagyon sokat csevegünk. Gaci határom, van nekem egy cigányom, nem költöm a pincem patikára. Kisány ül az ölembe, húzatom a fülembe, úgy fütyülök vígan a világra. S mert az ember itt jókos, mit jókos bőven, fertuzizik hajnalban a krumplit össze. A bugaci határom, van nekem egy cigányom, nem költöm a pincem patikára. Úgy fogunk turbikolni, mint egy gerlicek, Rece, illetve Fice. Este a kokosodra támaszkodom majd, és elfújod ezt a csodás halt. Hogy? Pappu Gaci határom, van nekem egy cigányom, nem költöm a pincem patikára. Kisány ül az ölembe, húzatom a fülembe, úgy fütyülök vígan a világra. S mert az ember itt jókos, mit jókos bőve, fertuzizik hajnalban a krumplit össze. A bugaci határom, van nekem egy cigányom, nem költöm a pincem patikára. Mert jobb ital, ha sehol se talál, ha felergagy, szintén oda jár. Az asztalon egy nagyot kopogott, és 100 éve jó bort hozatok. De mivel nehezek a borok, velünk az egész csárnok forog. Jaj, téli bábos hortobágyon, egy kis kurta kocsma van, én a
jó volt, úgy imádom, hát ott érzem jól magam. Keresed engem a családom, sosem ér véget a dínadánom. Déli bábos hordobányon, szépen fajlik húzatom. Az Oszi-Boszi előadására érkezik Oswald Marika. Már a folyosón edzi hangszálait. Jó, jók leszünk ma, Marika? Jó, leszünk. A gyerekek lesznek a legjobbak, remélhetőleg. Na, jó van akkor. Nagy Gábor zongora kísérő évek óta együtt dolgozik a művésznővel. Smink és öltözködés közben még egy gyors szövegismétlésre is van idő. De jó, hol a seprű? Igen. Miért egy mézes kalács huszár tud seprű nélkül repülni? Az Oszi-Boszi királyfiát Brass Bence alakítja, aki örül annak, hogy Oswald Marikával játszhat. Soha nem felejtem el, a dohányzóban ültünk, és akkor beszélgettünk, és akkor kérdez, hát te meg ki vagy? És akkor bemutatkoztunk egymásnak, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy most egy darabban játszhatunk. Hé, hey, Anton Isten! Hát te meg ki vagy? Ha! Én vagyok a királyfi, könnyű engem megtalálni. Itt vagyok és amott vagyok, hol nagyok a gondok vajon. Marika nagyon határozottan is és nyersen tud instruálni, de ezt a legnagyobb szeretettel teszi. Egyszer sajnos volt egy olyan eset, amikor próbáltuk ezt a darabot, és akkor feldobtuk egy ilyen szaltós megoldásból és elejtettük, akkor kicsit mérges volt, de hál' Isten nem lett semmi baj, nekem napokig bűntudatom volt. A készülődés közben egy küldemény érkezik. Szia Marika, neked küldtek ezt a virágot, jó? Egy külföldi úriember, jó? Köszönöm szépen. A gyönyörű rózsák küldőjéről nem sokat tudhattunk meg, de ez legyen a művésznő titka. Ellenben a gyerekek rajzzal és levéllel fejezik ki szeretetüket. Na nézd oda, hát ez nem lehet igaz, milyen cuki. Nézd oda, milyen érdek, de nem ez az egészben a legjobb ez. A színpad le van rajzolva, és az ő keze is le van rajzolva, meg ahogy fényképez engem. Imádnivalóak a gyerekek, hát olyan tisztaság árad belőlük, és olyan lelkesedés, és még olyan nagyon frissek, és élvezik az életet, most fedezik föl. Tehát nekik ez nagyon nagy varázslat, és ez visszahat rám, és akkor ők meg elvarázsolnak engem. Ez a boszorkánykendőm. Ezt fölteszem, de aztán utána majd már nem leszek boszi a végén. Sokkal egyszerűbb lett volna szerintem seprűn, nem? Tehát, van seprűn. Van seprű, jó. Hát van seprű, csak hát ugye sokrétű ez a szerep. De visszaért Károly, aki elment ugye krumplicsőszért. Vagy legalábbis. És Dénesre zárják közre. Szerintem én vagyok. De nem. Állandó a kapcsolat? Nem, Marika meg sem szól, a munkakapcsolatról beszélünk először. Ja. Hát arról nem tudok mit mondani. Úgy csak az ember, ez egy olyan, meg kell érted dögleni. Csibészek, de ő is úgy kezdte, rögtön egy nagy megdögléssel. Igen. Viszont szóval döglünk. Igen. Milyen volt az első döglés, Dénes? Hát az úgy volt, hogy én Marikával úgy közvetlen kapcsolatban azért lettem, mert én bevallottam neki, hogy amióta először megláttam, azóta szeretem. Hát ezzel úgy röhögtem, azt mondta, nem szabad szeretlek, röhögni. Amióta csak megláttam. Ott állt velem szemben egy 20 éves gyerek. Igen, és azóta mi nagyon jóba vagyunk, és nagyon jó barátok lettünk, és én ezt minden egyes alkalommal, amikor találkozunk a színházban, és azon kívül is ordítva általában közlöm vele
Ez egy ilyen, nálunk egy ilyen szertartás, ami azért is vicces, mert a régi nyárban együtt is játszhatunk végre, és ott a, bár fiatalabb Bori Réka a partnernő, vele a szövegem, a megírt effektív szövegem ugyanez. Ez. És a Marikával és az olvasópróbán, így van, tehát a Marikával az olvasópróbán akkor így egymásra néztünk, hogy na jó, hát akkor ez, ennek nyilván így kell lennie, hogy mi most itt vagyunk ennél az asztalnál. Sajnos nem neki mondhatom, de ezt megteszem minden nap, igaz? Én meghallgatom. A tánc nagyon jó volt, amikor már az első darabban láthatunk titeket. Ki táncol jobban? Ki táncol keményebben? Ki gyakorol többet? Marika, egyébként a mutatás. Iszonyatos energia van benne. Tehát, hogy amikor egy új darabra kerül sor, és új koreográfiákat tanulunk be, akkor a Marika mindig valami újat akar. És volt olyan is, például amikor a bőregeret csináltuk, hogy elmentünk az artista képzőbe, és akkor föl voltunk lógatva, kékre-zöldre törtük egymást. És én már mondtam, hogy figyelj, most egy kicsit hagyjuk abba, mert most éppen a térdem a hátamban van, és akkor most kivenném. Ne, csinálj, ne hagyjuk abba! Tehát, hogy őt nem lehet leállítani, és amikor az ember elfárad, akkor ő még tízszer meg tudja csinálni ugyanazt. Nyilván megvan az oka annak, hogy ez az első látásra kialakult szerelem azért éveken keresztül fennmaradt. Mi az, ami táplálja? Hát természetesen Marika. De ennek vannak részletei. Hadd beszéljen a fiatal ember. Köszönöm. Ez most nagyon jól esett, hogy ezt mondod. Egyébként tényleg... Mert én már nem figyelnék oda rád. Egyszer, bókoltál, az jó van, az jó esett. Tényleg így van, nyilván fenntartom a figyelmét Marikának, és hát ő meg az enyémet. Tehát olyan... Jó nőkim! Imádom, hát egyszerűen én meghalok érte, tényleg. Na jó, mik azok a titkos sztorik, amikről itt most akkor megint elárulom, hogy mi történt itt addig, amíg a kedves nézők egy riportot láttak, vagy illetve egy részletet láttak az Oszi-Bosziból, hogy itt elindult a sugdolózás, és akkor majd azt elmeséljük, és akkor majd... Nem tudom, mik ezek ezt akartad elmesélni, nem? Mik? Ezt is. De én mondtam, hogy nem mesélj, de semmit, majd itt meséld. Hát itt most el is, hagyja engeded, akkor... Ja, most még van valami? Még van egy. Ja, jó. Egyrészt visszatérnék, bocsánat, arra, hogy a Karesz mondta, hogy Marika egy duracányuszi, mármint nem ezekkel a szavakkal, de körülbelül, hogy volt nekünk egy ilyen street dance, amiben együtt léptünk fel szintén, és a Marika kosaras fiúk hátán bukfencezett át, ami a próbán, próbaruhában és egyébként is zseniális volt. Tehát azt el kell, hogy mondjam, hogy felvettem a mobiltelefonommal, ezt te nem tudod, utólagos engedelmeddel, majd visszanézheted, hogy hihetetlen a próbán, hogyha éppen nem ők voltak színpadon, akkor is. Tehát Marika, gyertek, csináljuk meg, mert hát ezt meg kell csinálni. És hát ahogy, tehát a próba az leállt, mert a sportcsarnok gyakorlatilag arra figyelt, mert nézők is voltak, Marika. Hogy Marika hogy bukfencezik át négy fiún, tehát ez kegyetlen, ez volt az egyik története. A másik, hogy a régi nyár premierje után meghívott magához minket Marika, és hát volt egy kis sütésfőzés, ilyen kaják és innivalók, és hát sürgött forgott Marika a lakásban, mindenkit szeretettel vendégül látott. Én most voltam ott először, majd közöltem, miután ott voltunk körülbelül 20 perc, hogy semmi baj, minden rendben van, egy picit becsíptem, kicsit el is fáradtam, úgyhogy ígyatok, egyetek nyugodtan, én lehet, hogy le fogok feküdni aludni. Létezik, amikor ő kikapcsol. Ne, egyébként ez gyerekkoromtól így van. Elmegyek, ha iszom, egy picit elálmosodom, vagy igen, van. Igen. És ha vendégségben vagyok, akkor is azt mondom, hogy köszönöm a meghívást, nagyon finom volt az ember, most lefekszem. És Pálinka nagykövetnél ez azért furcsa. Megvárom egy kicsit magamhoz térek, aztán mehet tovább. Így van. És folytatódik a parti. Maradjatok nyugodtan, én lehet, hogy egy picit lefekszem, de utána folytatjuk. Tehát de nem feküdtem le azért. De nem. Igen, Károly, alap és klasszikus, mindenki tudja. Ugyanakkor pedig modern és mai. Ez a kettősség van benne? Abszolút. Érdekes módon a Marika mindig keresi a megújulást, a lesi a fiatalokat, tehát hogy nekünk, amikor mi ennyi idősek voltunk, mint a Dénes réges-régen, akkor és oda kerültünk a színházhoz, a legnagyobb rajongónk Oswald Marika volt, tehát hogy jött állandóan minden premierünket, megnézte, nem, tehát adott tanácsot, de nem ilyen erőszakosan, hogy ő a nagy okos, és majd ő megmondja, hanem hogy csak nem, úgy elejtette a kis finomságokat. Igen, amit úgy láttam, amit úgy gondoltam, de egyébként ezt nagyon jól mondtad, hogy tulajdonképpen én a fiatalokból merítkezem,
mert annyira varázslatos, nem véletlenül mondom, varázslatos a személyiségük, az egyéniségük, közöttük vagyok, és egyszerűen magamba szívom őket. A fiatalságomat azért öregettem meg. Jó. Mikor láthatjuk a díszes kompániát egyébként, hol, miben? Együtt. Miben játszunk? Csókosasszony. Csókosasszonyban, az Oszi-Bossiban. Régi nyár, Mágnás Miska. Nem, csak előjönnek meg az újra, emlékek. Újra velünk is, akkor, amikor megnézik az ismétléseinket. Szintányíros cudar világ, iszunk egy kortyocskát. Szintányíros cudar világ, lopunk egy csókocskát. Szintányíros cudar világ, amíg ott vannak édes nők. Szintányíros cudar világ, addig itt meg a testünk. Addig iszom, híg a virág, ez a piszom, meg nem tudja, mi posulok, mert aranyos kedvem van, de csak ugyan. Erre rica, arra rica, hely katica, hely marica, pattogatott kukorica, jössz te ide mellém, na, drága viola. Itt az italt, fújd el a dalt, úgy se sokáig tart. Iszunk egy kortyocskát. Szintányíros cudar világ, lopunk egy csókocskát. Szintányíros cudar világ, amíg akadnak édes nők. Szintányíros cudar világ, addig itt meg a testünk.